Még két évre biztosan Budapesti a Final Four, azonban csak egy magyar csapat lesz ott a női kézzelabda főtáblájá, hogy hogyha az óvás nem sikerül a Fradinak, a győriek, ők selejtező nélkül színvédőként. A hazai szuperkupa fináliában legyőzték a szezon elején a Ferencvárost, a hétvégén pedig a bajnoki meccsen a Siófokot. Őszükről kérdezzük az új arénájuk átadás előtt kelecsény klubelnököt, akik közben beválasztottak az EHF női irányító testületébe. Jó reggelt kívánok! Jó reggel. És akkor azt akartam kérdezni, amíg nem ismertem ennek a, ennek a Fradi BL selejtetőnek a végeredményét, hogy mi lesz a feladat az EHF női kézilabda testületében ebben a vezérkarban, de akkor ezt, ezt kibővíteném ezt a kérdést az elején, hogy, hogy segíte rajtunk mondjuk egy ilyen Ferencvárosi BL tervezett óvásnál, hogy egy magyar kézilabda vezető ilyen sportdiplomáciai posztra jutott és testületbe került most be, segíthet-e? Hát az a cél mindenképpen, hogy megpróbáljuk erősíteni a, a magyar kézilabdának a az ét az európai kézilabda szövetségben az a cél, hogy sportdiplomáciánkat is szintén arra a szintre emeljük, amely támogatja azt a szakmai munkát, amely egyébként Magyarországon a női kézilabdába Folyik, és hát az a célunk, elsősorban az a célunk, hogy ezen a testületen keresztül, amely gyakorlatilag egyenesen össze van kötve az Európai Kézilabda Szövetség végrehajtó bizottságával, ahol a döntések születnek, olyan javaslatokkal álljunk elő, amelyek biztosítják, hogy mind üzletileg, mind szakmailag a kézilabda, a női kézilabda, az a férfi kézilabda szintjére érjen évek múlva. Mindjárt majd ezekről a javaslatokra is rákérdezek. Ha csak ezt, a, ezt az FTC Lipcse meccset nézzük, és a, azt követő óvást, mit gondol, nyerhető zöld asztal mellett még egy ilyen mérkőzés? Én nem szeretnék ebben állást foglalni, természetesen látom a mérkőzést. Nagyon sajnálom, ami történt. Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnak ott lenne a helye a BL16 között, és a magyar kézilabdának ez abszolút nem tesz jót, hogy ez nem így van. Az óvás elbírálása az már mindig nagyon sok tényező által befolyásolt folyamat, tehát én ebben nem szeretnék állást foglalni. Akkor azt mondja meg elnök, hogy mit szeretne elérni az ehf nél nemzetközi szinten, hogyha már itt az üzleti részről is beszélt a dolognak a női szakág ügyeiben. Tehát mi volna mondjuk az egy, egy olyan BL Final Four szint Budapest, amire azt lehet hogy közelít, sokat közelített a női szakág a férfihoz. Ez egy sokkal szélesebb körű történet, hogyha megnézzük. Tehát májusban ugye megválasztottak a, a, az Európai Női Klubok szakszervezete elnökének, ha lehet ezt így megfogalmazni, Women's Club Forum Club handballnak hívják ezt a szervezetet. Gyakorlatilag ennek a delegágyaként veszek én részt ebben a testületben, a, a női kézilabda vezető testületében és a hétvégén ugye Dublinban aláírtunk egy megállapodást az EHF elnökével, Jean és ott meghatároztuk azokat a prioritásokat számunkra, amelyek a legfontosabbak. Ezek közül természetesen az egyik az, hogy legyünk ott az EHF testületeiben, amelyek a döntéseket előkészítik. A másik olyan fontos kérdés, ez a kompenzáció, amely a, a kluboknak kiárhat az európai világ, az európai Versenyeken az oda delegált játékosok szereplése után. Ugyanilyen fontos a, a, a biztosítás, amelyik a, a szinten a játékosok szereplése nek a kockázatát csökkenti, és ugyanilyen fontos a, a maga a naptár összeállítása, tehát az, hogy mikor kerül sor ezekre a világversenyekre, az, hogy mennyi idővel előtte kell a kluboknak a játékosokat odaadni, tehát igazából. Ezek azok a kérdések, amelyeket mi szeretnénk, mint klubképviselők a lehető legjobban kezelni, menedzselni, és a klubok érdekeit képviselni. Akkor ezekbe komoly megcsek majd? Ez így van, de két évvel ezelőtt, amikor a francia Jean lett az EHF elnöke, akkor deklarálta azt, hogy a női kézlabdát szeretné a férfiak szintjére fölhozni, úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút partner van a másik oldalon. Tehát én nagyon optimista vagyok. Na most azt nézzük meg, hogyha ugye megkapta Budapest uh, még két évre ezt a BL Final Four-t, akkor hogyan lehet ebből a rendezvényből, nem tudom, még, még sikerese vagy elég jó sikerült. Tehát vagy üzletileg még sikeresebb, vagy még több néző, lehet még több nézőt? Bele tudod pakolni még több nézőt? Igen, reméljük, hogy be lehet. Mennyivel többet lehet bepakolni? Hát melyen? reményeink szerint 2000-rel. Uh -huh. Tehát ugye azt szeretnénk, ez a terv, és ugye erről folynak az egyeztetések, hogy a, hogy a Budapest Sport Arénának, ugye a, a patkó hiányzó részét az teljes mértékben bezárjuk. Tehát ugye idén egy, egy mobil lelátó oda belet állítva, de ez közel nem a, a, az optimális. Hogyha az optimális megoldáshoz közelítünk, akkor ez plusz 2000 nézőt jelenthet. De én azt hiszem, hogy mindenkit az motivál a leginkább, hogy mind üzletileg, mind szakmailag, mind a körítést illetően évről évre előre tudjunk lépni, és újabb lehetőségeket tudjunk kiaknázni, ami a kézzelabdasport, a női kézzelabdasport eladhatóságát, európai, nemzetközi szintű eladhatóságát biztosítja. Nézzük a győriek őszét. A győr számára a BL csoportban, ugye a Vibor Zagrab és a Szávehov lesz az ellenfél ősszel az első csoportkörben. Ez milyen sorsolás a tavalyihoz képest? Én azt gondolom, hogy hasonló. Tehát az első csoportkört illetően van egy erős csapat a Viborg, amely megnyerte tavaly a, a keket a Szévehofot láttuk tavaly vitézkedni a Fradi ellen, abban a csoportban nagyon jó mérkőzéseket játszott, én azt gondolom minden ellenfelével, különösen a hazai pályán nagyon veszélyes, gyors labdát játszik nagyon ügyes játékosokkal. És hát a Lokomotiva Zágreb, ugye hétvégén láttuk, hogy a, másik horvát csapat, a Podravka is kvalifikálta magát a 16-ba, tehát két horvát csapat resz, vesz részt, és a, Zágráb a horvát bajnok. Tehát én azt gondolom, hogy egy, 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 nagyon jó fölvezető lesz ez a, a, a tavaszi főcsoport körre. Na most nemrégiben a Veszprémi Nagy Lászlóval arról beszéltünk itt, hogy az ő keretük, ahogy úgy fogalmaztunk, hogy a, a tavaly 8-as erősségűről most idén 9-9-es félre sikeredett még tovább javítani az igazolásakkal. Akkor, akkor ez a képzeletbeli mérőszám Győrbe hogy áll most a tavalyihoz képest? <coughs> Július utolsó hete előtt én is azt mondtam volna, ugyanígy, amit a, amit a Laci, de ugye azzal, hogy Catherine Lunde bejelentette, hogy terhes, és ugye, erre az időre kiesik, nyilvánvaló, hogy a, a kapus önmagában kulcsfigura, ha, ha ez a kapus a világ legjobb kapusa, akkor, akkor ez kétszeresen. És óriási szerencsénk volt, hogy egyáltalán nemzetközi szintű kapust tudtunk a helyére találni. Reméljük, hogy jelenleg Rubisics Herósival együtt megoldja, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen a kapusposzton egy a nehezebb, nehezebb bizonytalansági tényező. Tehát mondjuk azt, hogy az igazolások jól sikerültek. De, de így az a, az a más feles, hogy mintha 8-ról 95 félre, azt nem tudom jelen pillanatban kijelenteni. Arról mit tud mondani nekünk, hogy hogy milyen variációs lehetőségei bővültek a csapatnak, tehát játékban milyen előrelépést, milyen változatosságot ígérhet erre az őszre, meg erre a szezonra? győr? A mezőnyben azt gondolom, hogy abszolút teljesülnek azok a teljesülni fognak azok a várakozások, amelyeket mi a, a, az igazolt játékosok kiválasztásánál előrevetítettünk. Tehát úgy gondolom, hogy a belső posztokon Anna Szen és, és Susan Müller, de, nem a Aguilar is olyan variációs lehetőséget teremt az edző számára, amely biztosítja, hogy bármilyen fölállásban a csapat hasonló teljesítményre képes, tehát a mérkőzések egyes szakaszaiban nincs visszaesés, támadásban, védekezésben én úgy gondolom, hogy Anaszen képes lesz Eduarda Amirimmel együtt olyan bástyát biztosítani középen a védekezésnek, ami a stabilitást nyújtja, és hát Vesz Veszna Litre pedig beállos poszton fogja tudni helyvédőként tehermentesíteni, vagy nemzetközi szintű játékos, és úgy szintén én úgy gondolom, hogy kettes védőként is használható lesz. Planéta Simonetta pedig fiatal játékosként már az eddigi bajnoki mérkőzéseken is megmutatta, hogy ott a helye, és nagyon jól illeszkedik ebbe a keretbe. Sok időt kér Ambrósz Martin ahhoz, hogy az új játékosokkal együtt, meg a nyári felkészüléssel együtt azt lehessen mondani, hogy hát nagyjából készen van, mindenki a helyén van és beilleszkedett? Én azt gondolom, hogy eleget. Tehát, ha az időről beszélünk, ugye egy olyan edzőről van szó, aki az utóbbi két évben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Én azt gondolom, hogy a bizalmunk irányába százszázalékos és töretlen és ő pontosan látja, pontosan tudja, hogy e, hogyan kell adagolni ezt a munkát, és ennek megfelelően teszi, látható a fejlődés, látható az előrelépés, a hétvégi siófok elné mérkőzésen. Azt gondolom az utolsó 10-12 percben úgy kézrabdázott ez a gárda egy nagyon-nagyon jó csapat otthonában, ami nagyon biztató jövőre nézve. Ezt akarom kérdezni a Magyar Bajnokság. Abban a szempontból a magyar női kézilabda, e, és a magyar női kizolóvajonság előnyösebb helyzetben van a férfinál. A férfinál nem véletlenül a Veszprém egy regionális ligát, a Seha ligát kereste, és a Pixeged is arra felé orientálódik, hogy hétről hétre erős kihívásokkal tudjon a nemzetközi porondra lépéshez küzdeni a csapat. A magyar női bajnokság idén még erősebb lesz, még inkább azt lehet rám mondani, hogy a világ legerősebb bajnoksága, mint amit szívesen mondunk és beszélünk róla már egy-két éve. Igen, szívesen mondunk, de én nem nagyon szeretem ezeket a uh -huh. összehasonlításokat, mert itt, itt ez gyakorlatilag minden objektivitást nélkülöz, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez minden idők legerősebb magyar női bajnoksága, amit most látunk. Ez látszik abból, hogy a, a, a csapatok egymást verik keresztbe, és nagyon-nagyon érdekes és színvonalas és jó mérkőzéseket játszanak egymással ez mindenképpen a női kézilabdázás fejlődését jelenti, mindenképpen azt jelenti, hogy azok a játékosok. Az utánpotlásban játszanak, azok igen is komoly példákat látnak maguk előtt, nem csak egyéneket, nem csak ö, sztárokat, hanem csapatokat, ö, mérkőzéseket, ö, amelyek a hajrában dőlnek el. Én azt gondolom, hogy csak ez lehet a jövő útja. Új ö, arénája is lesz a ö női kézilabda csapatnak, ez novemberben elkészülő 5500 fős, ez változtatható méretű. Ez nagyobb átlag nézőszámot is fog hozni, Győrbe, mit gondol? A minden reményeink szerint igen. Hónapok óta azon dolgozunk, hogy ez így legyen. Ez nem egy egyszerű munka, ez sem egy egyszerű munka. Én azt gondolom, egy 1800 Fő befogadó képességű csarnokból átmenni egy 5500-asba, de én azt gondolom, hogy azokkal az akciókkal, azokkal a tervekkel, amelyekkel rendelkezünk, reális esély van arra, hogy nőjön az átlagnéző szám, és reális esély van arra, hogy minden BL mérkőzés telt ház előtt játszunk. És egy bajnoki átlagnéző az mi volna a, a, növekedésben megfelelő, vagy a jó? Hát én 2500-3000 nézőt szeretnék. Bajnoki meccseken átlagban, és 5500 fő pedig a. Bérletet. Ennyi eladott bérletet. Ennyi eladott bérletet. Mm, és akkor még jött a többi érdeklődő, meg... van. Hát ezek ambiciózus számok, <laughs> akkor jó őszt, meg jó szezont kívánok a csapatnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.